Együtt mindenki. Mióta stream volt, azóta nem játszottam, azt hiszem egy kört játszottam, vagy kettőt. Boldog karácsony mindenkinek, igaz, holnapon kezdünk egy sima Isaac körről. Mert miért is nem. Közben lehet, hogy a kamerát majd egy jobb helyre fogom rakni. Ugyebár mondtam, hogy rég nem Isaac-eztem, szóval egy balfasz vagyok, valószínűleg meg fogunk halni 2 másodpercen belül. Ha valakinek akad, az azért van, mert nem vagyok Twitch partner, nincs minőségbeállító gomb. És így a szegény emberek rosszabb internettel, rosszabb számítógéppel nem nagyon tudják kihasználni az én adottságaimat. Hogy értitek, hogy mire célzok? De az én oldalamon minden tökéletesen működik, szóval ez sajnos személyes probléma, hogyha valakinek az speeddown, aki ezt még túl fogjuk élni. Éltünk már túl rosszabbat is. Közül meg egy balobasszal, miért is ne haver. Gurglings, valószínűleg meg fogok halni. És közben próbálom a chatet is figyelni, de nem vagyok annyira hozzászokva a chatnek a figyeléséhez. Én még nem vagyok pro streamer. Én még csak egy kibaszott amatőr vagyok. Ezek a gurglingek eddig nem olyan vészesek amúgy. Persze nem akarom elszállni a dolgon. Amúgy azért kestem, mert egy rohadt disznó vagyok és kajáltam. Meg eleve körülbelül a stream előtt 10 perccel értem haza, mert dolgom volt. Szóval, ja, bocsánat meg nekem. De egy mágus az nem késik, akkor érkezik, amikor akar, vagy amikor a faszomat, vagy amikor jónak látja. Tök jó játék. Ja, haver, körülbelül 2 perc játszok, és fel most megalapított, hogy tök jó játék, bár igaz, senki sem mondta, hogy te mondjuk nem szoktál szabad időben játszani, vagy hogy például nem nézted a korábbi streameket, vagy másnak a videóit, vagy minden másnak a streamjaid. Csak simán egy segg vagyok, aki szeret beszólni, mert miért is ne halljon. Ó, közben meghaltad egyik, nem is figyeltem. GG, Jesus Juice, Damage és Range Up. Tűnjön az a creep, még nem veszünk felületet. Meddig tart a live? Nem tudom, 7 óra van, 4-8. Valószínűleg olyan sokáig. Egy éjfélig szerintem legalább. Bárki tudja. Nem tudok, nem tudok nektek ígérni semmit. Ezt is még mindjárt bevesszük. Tarotkártyák. Deck of cards. The stars. Oké, azt elviszik a következő emeletre. Pretty fly. Ez egy egész jó pillanat, főleg a játék elején. Majd szia Timo 11110. És szia Oli kaka. Hogy itt mindenkinek a streamen szexi a szakad, nem? Mert neked szexi. Ezek a körkörösen mozgó legyek kibaszottságfejek, én úgy gondolom. Á, pont egy fél szívára van szükségem. Nekem kb. 3000 FPS, az jó is lenne, ha ez csak 60 FPS, szóval... Szóval, ó, vásárolom a kakikat, és nekem mindjárt elcsöppen az orrom. Szóval... Fél pillanat, emberek. Csak itt megtörlöm, így fikázni fogok egy picikét. Én mindjárt pes. És money. Titkos szobánk vajon hol lehet, hogyha én titkos szoba lennék? Ennek a mondatnak sem értem nem volt. Mondjuk itt lenne egy. És ott is volt. Ezeket fel lehet már robbantani mind a kettőt, nem? Hát pakoljunk bele pénzt, miért is nem? Jaj, nem akarok itt most baszakodni. Oh, hajr. The profit is real! Te kis mocskor disznó! Mennyi ideig videózok, azt YouTube-on kb. 2 másodperc alatt le tudod nyomozni. Úgy 2011. november valahanyadika volt, az számolt ki. A Kraken, a Kraken Pro, az biztos jó. Mindenki egyen, amit csak akar. Nyugodtan lehetek sütit is, nem veszem kannibalizmusnak. Ó, jaj, sarokba vagyok szorítva, mit tettem? Igen, direkt sarokba szorítottam magam. Ott hagytam egy coint. Ó, haver. Csodában. Hogy fogom így megnyerni ezt a kört, hogyha ott hagytam egy pénzt? És nincs egy kulcsaim, csak most itt eszembe. Nem tudom, miért nem kekszettem, csak úgy... Nem tudom, ez... Ne. Ez a kisebb az jó. Ó, és vissza is mentek zsírt, ne. Közüljünk meg a bosszunkkal. Majd lehet, hogy megyek Azazellel is. Csak... most inkább csak sima kis random Isaac kört akartam nyomatni. Azazel. Szép magyarosan kiejtve. Az túlságosan is easy peasy lemon squeezy. És... instant győzelem. Győzelem. Azt hittem, hogy belemegyek a lövésbe. Nem tudom a kártyát használni. Ja, tényleg tudom használni a kártyát. Köszönöm, az baby. Totál rámugrott, de megélek. Mi a fene? Használni fogjuk a kártyát. Jó, hogy figyelmeztetsz, hogy egy kibaszott retardátra kell a dolgokat felejtek el. Hogy az beszarál. Na, mit kapok? Visszakapom a speedemet. Egy HP-nak jobban ültem van a Ghost Baby. Ki a faszom ez Ghost Baby-t egy szívért most komolyan. Még egy Fallout 3 és Fallout New Vegas végig egyszer. Haver, senki sem nézné már azt. Thunder Tides, HP, Speed és még valami. Valamiért olyan gyorsan eltűnnek, nem tudom elolvasni. Heptakaki. Ja. Hát mi nem? Hétfélre válik szét, bazd meg. Még szép, hogy heptakaki. Szerez magadnak, Lexe. Ki vagyok én? Hol? Az árkádban nem akarok bemenni. Há, ez a szoba meg felesleges. Ó, jól berohantam. Ne, már megint szét fogom zúzni a köveket. Ez az egyik legrosszabb dolog, amit kaphat az ember. Már most nem repülök, szóval most még inkább segítség. De amikor majd tudok majd repülni? Hoho. Akkor majd itt lesztek. Szabad eljátszani közben, néha még szép, ha azt csinálsz, amit akarsz. HP! Hol vannak szívek elszorva a pályán? Itt van egy... talán itt van egy titkos szobánk. Ugye? Nem ott volt. És még sok helyen lehet. Kulcsot meg még mindig nem akar adni nekem a játék, szóval... menjünk csak szépen tovább. Ezzel is köveket török. Ez szerintem csak a Stompinak van kőtörős izébizéje. Egész kellemes kis damage-em a végre, kulcs. Kraken 7.1, ez egy Razer Electra baby. Nekem nem kellek ilyen Kraken dolgok. Nekem egy Sennheiser fülhallgató kéne. Egy Exet. Faszom! El is fejtettem, hogy vannak ilyen buzi ellenségek ebben a játékban. Kibaszott csontok, felkúrják az agyamat. Ja, ó, egy szopnyát ki. Jól van. Itt van finom kacsasült, majd azt teszek keksz helyett. Nem ettem meg az egészet, mert olyan gyorsan habsoltam, haver, hogy megtelt a kis gyomrom. A kis pocakom miatt még be tudtam volna fejezni. Mert siettem hozzátok, emberek. Az AC Unit egy hatalmas kula szar. Már egy hatalmas kupac, kula. A kula szar az azt jelenti, hogy szar, és ennek semmi értelme. És Book of Shadows, melyik a jobb? Szerintem maradok a Deck of Cards-nál, már nem tudom. Leraktam egy bombát? Véletlenül az átnyomtam túl, a Space megduplázza a kulcsaimat. Hasznos lesz, és maradnék azután a Book of Shadows-nál. Dark Souls 2, befejeztem YouTube-on mindenki örömére. Kibaszott kukat. És áprilisban, vagy nem tudom mikor, jönni fog egy update hozzám. Ami ugyebár azt fogja csinálni, hogy mivel megjelenik az új konzolokra is. Szebb grafikával. PC-n is lehet update-elni szebb grafikára, és lesz sokkal több NPC is, meg sokkal több ellenség. Lényegében fel lesz turbozva játék. Egy egész teljes körű DLC-t nem hiszem, hogy kapunk belőle, de lesznek új területek, tudtam. Ideje volt már meghalnak területek. És az aranyos kis rondobeg. Ó, tényleg szétzúzom a köveket. Nem hasznos. Szerintem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok velem. Azért szétzúzom. Néha vannak elrejtve ilyen csapóajtók, nem is tudom. Ezt tapasztaltam még az előző köreimben. A live-on majd tart egy darabig. Akkor ezek a hármasat lövik. Ah, legyen megmentette az életemen. Legyen ismét megmentette az életemen. Menjünk tovább. Hajnal itt tart, azt nem hiszem. Köljük meg ezeket a kis paradicsomokat, paradicskákat. És álljunk be mögé, mert mindig mindenki azt mondja nekem, hogy álljak be a Gördi mögé, mert akkor nem tud rád lőni. Csak rászpanolja az ellenségeket, és nem lesz semmit, szóval el fognak felelni a legyek. Szóval én inkább maradok a sima Gördi taktikáknál. De lehet, hogy eleve egy champion Gördi, aki nem spawnol, aki nem lő, csak spawnol. Ó, bazd meg. Fuck it. Tegyük inkább ezeket a hülye legyeket. És kezd lejárni a Book of Shadows. Maraton live, ez most nem hiszem, hogy maraton lesz. Hogyha a címemben benne van az, hogy maraton, akkor lehet, hogy azért lesz, az azért marad benne, mert nem változtattam meg a címet a legutóbbi live-ot, mert úgyis Isaac-ezünk. De szerintem legalább egyfélig játszani fogunk, szóval kit érdekel. És most mi történik, haver? Oké, a paradicskákat, azokat el kell intézni azért. Közben belettem támadva még jobban. Nem frankó, én inkább Gördit lőném. Hagyjatok engem a Far Cry-jal. Meg az Assassin's Creed-ekkel is. Most csak koncentráljunk az Isaac-re. És meghalt. Meghalt a cselszövő. Na, végezzünk akkor a kis legyecskékkel is, meg a paradicskával, és akkor utána már mehetünk. Nem, én nem megyünk tovább, mi felfedezzük. Squeezy! Jó. Dark Souls 2 PvP. Én csak PvE-zni szeretek, a PvP az egy nagy szar. Hé, ezeket a... bántani fog a gomba. Jövőre kijön a Fallout 4. Azt nem hiszem, barátom. Úgyhogy be sincsen jelentve. Ó. Nem, hogy már jövőre megjelenjen. Az új Elder Scrolls-t jelentették be, és az fog megjelenni kibaszottul 2016-ban egyébként. Nem, hogy inkább egy kibaszott Fallout 4-et jelentenek be, akinek mindenki örülne. Aminek mindenki örülne. Nem, nekünk Elder Scrolls kell. Van millió hely, ahol lehet titkos szobán. Hogyha a Ubisoft szponzorálna, akkor játszanám a kurva játékait, de én nem teszem. Lucky. Anyu gyöngye? Nem egy trinket volt? Curse... nah. Rest in rip, kör. Rest in rip. Úgy ne. Van 6 kulcsunk, nézzünk be akkor már a boltunkba is. Így kell elbaszni egy kört. Remélem szar vagy. Kiakadt. Őt is nem tudom felrobbantani. Megborotválkoztam, mert mint én egy felnőtt fiatalember, sajnos gyakran kell borotválkoznom. Csak úgy szeretem, hogy gyakran nem. Hetente szoktam, de ez is már... hanyadika van? 23, már 23 napos. Ez azt hiszem egy szar. Jézusom. Ez tényleg átkodott szem. Edmund, miért teszed ezt velem, hogy ilyen szarokat raksz? Ah! Ilyen szarokat tesz ebből a játékodban. Borzalom. És őket a szarokat meg se tudom ölni? Oh, stop nálam. Na, ezért ilyen csúnyákat nem mondjuk nekünk. Csak teszi a dolgát, amire programozták. Mi a faszom lehetséges Falloutban? Egyébként ez olyan 8-adjára olvasom. Ojjaj! Ezek spooky pókok. Ó, és még leveldeznek is. És kitérnek a lövéseim elől. Túl sokat sérülök. Haj, hagyj békén! Bárcsak gyorsabb lennék, de a kezdősebességünkön vagyunk, mert volt egy speed down pirulám. Aj, hogy rohadnál meg. Ah! Hogy gameplay? Ne. Minek az? Hát persze, hogy az alsó fog kinyílni. Oké, rühellem ezt az átkodott szemed. Ez tényleg egy átlag. Nem tudom, hogy mondta már valaki ezt a Binding of Isaac történetben, hogy ez a legjobb tier effekt az egész játékban. Kérlek, Edmund McLean, csinálj még nekünk ilyeneket. Ott meg a kölket szépen zúzni. Fent lesz itt valami fenn, bizony. Fent lesz. Hát ez borzalmas. Minden nem rüzetelem. És elég szar a streakünk, szóval inkább csak javítsunk a streakünkön. Jaj, ez borzalom. Folytatod az ellipszilonos jég, és előbb jutott, igen, folytatom. Csak a tűzben nem menjetek bele. Ó, és tényleg ez teleportálni fog minket. Ma nem lesz más, ma csak elzekezünk. Azt hiszem. Mert hogyha így felbasszol az agyamat. Nem menj bele a tűzbe, mocsok! Oké, a gyöngy alakú dolgot nem szabad felvenni. Ezt megtanulhattuk. Megtanulhattuk most már. Emlékezni fogok a kinéletedre örökre, és soha többé nem veszlek fel. Nem értem, miért szereti mindenki annyira a Skyrimot, az a játék annyira kurva unalmas. Egyszerűen nem tudom felfogni. Eleve most nagyon-nagyon olcsó a Steam-en, ugyebár a téli leárazások vannak. PC Master Race ENG-ben. Szóval mindenki vegye meg és játsza. Ne az én gameplayben csámsogjon. Te mi vagy Feromon? Csodás Feti! Ő is tud feromonokat nyomni, hogy értetek, hogy mire célzunk. Te fasz! Jó. Szív magába. Igen, aztán próbál leállni. Nem eszel meg, bazzeg. Ez kb. 8 évtized lesz, mire így végzek vele. Csak csoda, nem sérültem meg. Sőt, így kezdheted már előre. Kezdheted is előre került. Hát nem fogom magamtól resetelni a játékot. Nézzük meg, hogy mi lesz a vége. Lehet, hogy még egy dicső győzelmet is fogok aratni, nem igaz? Lehet, hogy 10 évtized lesz a kör emiatt, de... Hogy is mondhatnék? Ez az Isaac egy türelemjáték. Oké, most már itt az időm. Köszönöm. Egy HP, erre szükségem volt valóban. Ez hányás volt, nem szar, ami a szájon jött ki. Megusztustalankodjunk meg. Advanced Warfare gameplay. Ne. Talán majd... Ha a gépem nem lenne egy passzopó és jól belementem. Ebben még jobban belementem. És mondjuk játszani a játékokat, az nagyon jó lenne belemenni. El van avulva a kicsiket. És nem gondoltam, hogy valaha jön a napjuk, hogy már egy kodot se tudok lejátszani a gépen. De végül eljött. Az élet az nem habos tart a gyerekek. Aj, te is visszaízelsz. Regenerálod. Ójjj! Egy szüneted, de szóval ez egész jó volt. Csetvasz, oké. Nem tudtam, mi az az üzenetet. Petit láj! A védelem megvan. Mitől ment lennyire az életem? Mi a pöcs? Térzebb. Sokat ér, bazd meg! Sokat ér. Ha valakinek ez uncsi, akkor az magára vessen. Menjen és csináljon valami mást, ahelyett, hogy a Steambe menül, amit unatkozik. Már elnézést. De én azzal szeretek streamelni, illetve azzal a játékkal szeretek streamelni, amihez éppen kedvem van, és nekem ez van kedvem. Bár ha gondolt, átváltottak egy kis Dark Souls 2-re. Nem fogok egy ember miatt megváltoztatni egy egész streamet, szóval érted? Nem, semmi személyes. Dead Sea Scrolls, menj és bazd meg magad. Hát valami jót kapok belőle. A boltunkban valami. Csak mert szükséghelyzet van. Bár itt is van még élet, ha nem vettem, felvettem az összeset. Miből legyen kúp? Sok mindenből lehet kópot csinálni. Isaac kóppal szerintem csak akkor fogok játszani, hogyha achievementekhez muszáj, de nagyon remélem, hogy nem muszáj. Mert körülöttem mindenki balfas az Isaacben. Miért nem használtam a Book of Shadows-t, és akkor megúszhattam volna a sérülés nélkül? Ja, azért, mert egy kibaszott pöcs vagyok, már emlékszem. Ha. Így már mindenre emlékszem, nem kell emlékeztetni. Megkaptam egy kulcsot. Haj, már meg végre popcorn ember. Egyáltalán van még valami, ami érdekel engem ezen az emeleten? Hogy már kipucoltam mindent, minden szoba megvan. Voltunk már az item szobánkban? Voltunk. Ez most komolyan, légy már majdnem ott volt. Az Oktokakit azt már rég átneveztem Heptokakira. Vagy hogyha ezt másnak mondtad, akkor ez azt nagyon üzenépet. Ilyen kis cuki hangjuk van a kakiknak. Az igazik, akinek mi nem tud ilyen cuki hangja lenni. Húzzunk innen a vérbős picsába. Itt már semmi dolgom nincs, sőt csak ideges vagyok. Mi? Csak nézem a csetet és nézek. Hogy the fuck dude? Mi a faszom az a Dying Light? Az a fura parkouros Dead Island. Ó. Végezzetek velem! Csak tedd meg! Köszönöm! Mit szóltok ehhez? Mi ez, ha nem gecűség? Mindegy, következő körderekre